Hatalmas kamion tolatott be a Paksi labdarúgó stadionba hétfő délután. A munkások nagy lendülettel rakották fel az egykori lelátó lebontott darabjait, melyeket a stadion építés során újakra cseréltek. Összesen 450 férőhelyes ülőrészt adományozott Paksváros önkormányzata és a Paksi FC a Viski futballklubnak. Tavaly előtt, amikor itt járt a Viski polgármester egy delegációval, akkor elhoztuk megmutatni az épülő, akkor már épült a stadion, akkor sem volt még kész, és ránézett a lebontásra kerülő lelátóra, és kérdezte, hogy mi lesz ezeknek a székeknek a sorsa. És mondtuk, hogy fogalmunk sincs, de valószínűleg nem fog kelleni. És akkor mondták, hogy hát neki kellene. Ugye Visknek van egy szép fekvésű foci pályája, több pálya is van ott egymás mellett, de hát a stadionnak az a pici kis lelátója, ami egyébként Viska több mint 10 000 lakosú, tehát Paksal összemérhető nagyságú település, de hát a pályájuk az gyenge, nem ilyen, pláne a lelátó nem. És hát végül is arra azt beszéltük meg velük, hogy amikor ez a mobil lelátó, ugye hát itt egész lelátók voltak, ilyen mobil ilyen könnyű szerkezet acélból, amikor ez szétszedése kerül, utána amennyi nekik kell belőle, azt mi oda tudjuk adni, oda tudjuk ajándékozni Visknek, és akkor 450 férőhelyt kértek el tőlünk, és hát ennek a pakolása folyik. Hát lassan ment az ügy, mindenféle bürokratikus akadályok voltak, nehezen ment a megszerezni ott az ukrán államnak a befogadó készségét, hogy egy ilyen humanitárius segélyként jut ki egyébként ez a lelátó, hogy ezt ők fogadhassák, de ez is eltartott egy fél évig, amíg ezt sikerült megszerezni. Aztán itt a fuvar megszervezése sem volt könnyű, végül is egy viski fuvaros szállítja, mert célszerűbbnek találtuk egy olyannal elvégeztetni ezt a feladatot, akinek ott van helyismerete. Úgyhogy reméljük, hogy holnap elmegy a lelátó, ott bejut Ukrajnába, és akkor ott föl lehet majd állítani. Majd jövő héten kimegyünk egy szakemberrel innen a klubtól, aki ért hozzá, hogy hogy kell ezt összeállítani, és akkor ő megmutatja nekik, hogy hogy kell fölállítani, és ezt már ők megcsinálják. A rakomány másnap indult útjára Ukrajnába, a célállomás Visk, ahova a Paksi FC NB1-es labdarúgó csapatát is várják majd egy pálya avatóra.